Újra divatba jött a pesgőfogyasztás. Egyre többen isznak pesgőt, viszont azt, hogy hogyan kell inni és mihez illik, illetve hogyan kell kibontani, azt a legtöbben nem tudják. A pesgőfogyasztás rejtelmeiről Wlasits Andreát, a Garamvári Szőlőbirtok ügyvezetőjét és Ádám Boglárka szervezet kérdezzük. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Jó reggelt. Pesgőt szerintem mindenki szereti, hát mi szeretjük, mi bevállaljuk. Igen. Én nagyon szeretem, és a Vivi is úgy tudom, ugye? Igen, én nagyon szeretem, igen. Viszont kevesen tudják, hogy kell az etikett szerint, hogy kell fogyasztani, illetve hogy kell kibontani a pesgőt. Igen, mert azzal bajban vagyunk, hogy bontunk pesgőt, hogy bontunk jól pesgőt. Hát igazából egyszerre gyakoroljuk is, vagy csak mondjam, mert elmélem. Én szeretném, igen. Sőt, szeretném, ha odafutatnánk a beszélgetést, és a végén kocintunk egyet is. Ez egy nagyon jó gondolat. Hát először is talán, még mielőtt kinyitom a pesgőt, talán azt mondanám el, hogy ugye a pesgő az ünnepekre való kocintáshoz szoktuk vásárolni. Aha. Viszont azért elmondanám azt is, hogy egy tökéletes kiegészítője lehet például egy ételsornak. És ezért jó lenne, hogyha minél többen tudnának igazából választani a különböző pesgőink közül, hogy éppen most mihez. Mi illik. Igen, mihez mi illik, mit akar hangsúlyozni. Kinyitjuk? Tehát most igen, izgalomban vagyunk, ugye kinyitjuk, Igen, tehát itt ez a, bocsánat, itt közben. Pukkantunk vagy nem pukkantunk? Mármint, hogy illik? Nem igazán illik pukkantani. Nem illik. És hogyha valamilyen ünnepi pillanat van, és mi szeretnénk, hogy... Nyugodtan, hát kedve szerint, örömből lehet, de az etikett szerint nem illik igazából. Szépen finoman leadrótot, és addig mozgatjuk, amíg... Igen, a kupakot, így van, először levesszük, utána ez a drótkosár, megszabadítjuk a dugót a drótkosártól. Ezt 6-szor kell elfordítani az óramutató járásával ellentételesen. Bocsánat, és nőnek illik pesgőt bontani? Tehát hogy elegáns ez? Férfi bont vagy nő? Elegánsabb a férfi bont. Férfi bont. Ah, jó, most én azért önlem is tanulok közben. Tehát 6-szor forgatjuk, igen. Tehát 1, 2, 3, és amelyik pesgőnél ez nem így van, az nem jó pesgő. Nem. 6. Tehát megszabadult a koronacától. Vagy a drótkosától, bocsánat, levesszük szépen. Közben hagyj kérdezzük meg Bogit, hogy ez a rendezvény egyébként, ez arról is szó, hogy minket a pesgőfogyasztás, a pesgőbontás kultúrájával is megismertetnek, vagy csak iszogatunk pesgőket? Magáról az élvezetről. Hát szól magáról az élvezetről is. Szerintem a pesgőbontást ott konkrétan nem lehet majd megtanulni, viszont lesznek ingyenes előadások is, ahol lesznek magnum-palackok, megismerkedhetünk a legdrágább magyar pesgővel, különböző előadók. Mert a június 10-én ugye a Korintiában lesz ez a... Így van, mi az évleg pesgőbb eseményének hívjuk, hiszen több mint 150 pesgőhabzó és gyöngyözőborral lehet majd. Vivi, ez a mi helyünk. Borkóstolót, és akkor oda megyünk, jó hangulatban. Így van, ez egy sétáló borkóstoló és magyar és nemzetközi tételek. Tehát lőjük is, szerintem gyorsan, töltsük ki. Fontos, hogy nem a palackba kapaszkodunk, a dugóba kapaszkodunk, és a palackot fordítjuk, picit megmozgatjuk, itt csak leheletnyit, és közben szépen jön ki a dugó. Szép. Még így is hangos. De ez milyen, nagyon szép hang. Igen, nagyon szép hangja ez volt. A tradicionális pesgőnknek a gyönyörű hangja igazából. És utána, hogyha igazán stílszerű lennék, egy dropstoppot is hoztam volna, ami megakadályozza, hogy lecseppenjen a pesgő. De... Na most nálunk ugye elképzelhetetlen, hogy maradjon az üvegben, de ha mégis, akkor mit csinálunk? Hogy óvjuk meg az állagát? Ezt is hoztam, egy pesgőzárót hoztam. Tehát ez a kanalas, hogy belelógatunk egy kanalat, és akkor az ugye az butaság. Ez népi módszer. Igazából nem. De semmit nem ér. Nem. Aha, nem. Te is így csinálod, Tuti? Ne, csináltam, mert én kipróbáltam ezt otthon, én lehet, is úgy éreztem, hogy semmi hatása. Nem tudományos igazából, nem tudományos. Ez a legkorszerűbb módszer, hogyha szépen kinyitottuk a pesgőnket. Aha, nekem van pesgőzárom. El akarjuk tenni, holnap is meg akarjuk kóstolni, akkor rátesszük a pesgőzárót. Pesgőzáróban pesgőm nincs, ha tetszik érteni, mire célsz. Igen, hoztam. A pesgőt már kinyitottuk, de hogy kell megkóstolni a pesgőt? Nyilván a bornak van egy klasszikus szabály a pesgőnél is? Igen, nagyon fontos, hogy milyen pohárban kóstolom a pesgőt. Tehát egyszerre kell, hogy flőte, tehát hosszúkás legyen a pohár, hogy ne veszítse el hamar a hőmérsékletét. A pesgőnél nagyon fontos a hőmérséklet. Ugyanakkor érezhessem az illatát a pesgőnek. Tehát ezt ugyanúgy megszagolom, mint ahogy a borokat. Kíváncsi voltam, hogy kinyúl először a pohárért. Megszagoljuk, igen. Fontos, hogy nem lögyböljük, ezt tudom. Igen, így van. Igen. És megnézzük a gyöngyözését. Megnézzük, hogy milyen a gyöngyözés. A sok vagy a kevés, és a kicsi vagy a nagy buborék a jó. Az apró, gyöngyszerű buborékokkal szépek. Az mire utal? Az, hogy szépen tagozódott a szénsav a pezsgőbe. Ez szép, ez pici, igen, és sok, pici, és szépen megy felfelé. Igen. Utána beleillatolunk. Ez milyen pezsgő lesz, amit kóstolok? Ez egy nem szabad rázod, nem szabad rázod. Bocsánat, mert a bor, persze, benne van a kezemben, igen, elnézést. Egy picit meg lehet forgatni egyébként, hogy az ember jobban érezhesse az illatokat. Ez egy optimum pezsgő, a Garamvári pezsgő családnak a vintage kategóriájából egy küvé pezsgő. Ez Pinot Blanc, Pinot Noir és Chardonnay fajtákból. Hát nagyon szépen köszönjük szépen a rendezvény sikerére, jó? Igen, a pezsgőzésről a szombaton. Kedves egészségünkre. Köszönjük, hogy itt voltatok. Egészségünkre.